Na hát szép reggelt mindenkinek, híreim vannak. Először is visszajöttem Madridba 2 hete, ugyanabba a kecóba és szobába, ahol eddig laktam 2 éve. Mivel ismerem a főbejövőt, ezért ezt megtettem, és most immáron napi díjon vagyok némi kedvezmény után. Ami azt jelenti, hogy ha valaki szeretné ezt a szobát kivenni hosszú távon, akkor nekem mennem kell, de ez nem baj, mert amúgy is vasárnap tovább fogok lépni. Másodszor írtam 10 helyre, az elmúlt egy hétben 10 önkéntes helyre, hogy mi lenne, ha csatlakoznék, és négyen, gyerekek, ezúttal négyen válaszoltak, hogy je, beszéljünk, és ezek közül egyen lepaktáltam, aki azt mondta, hogy igen, aszassuk, és alkalmam nyílt egy rövid, de nagyon tömör beszélgetése az új helyen kapcsolatban, beszéltem a főtörzsel, hogy mi az ábra, és az ábra az, hogy most már 16 önkéntes van lent a Kanári-szigeteken, egyébként Tenerife-re fogok menni, méghozzá most vasárnap. Szóval ennek a 16, már 16 önkéntes dolgozik lennem, ez jelenti, hogy időközben higgadtan kifutottak a szálláshelyekből. És érdemes megjegyezni, hogy a szálláshelyek korábban se voltak túltolva, tehát az emberek ilyen barlangokba laktak, ilyen barlangot alakítottak át, ilyen hát nem tudom, ilyen hippitani az egész, szóval ilyen sátrabban, meg barlangokban laknak a spancikák, és most ezekből is kifutottak, úgyhogy állítólag, ami van, az matrac, meg talán párna, bár van vagy 7 pólóm, úgyhogy azt tudok csinálni magamnak is párnát igazából, meg egy csomó faszög, meg ilyen alkatrész, meg egy csomó barkács ember, szóval lehet, hogy majd összeeszkavarunk valami kis csirkeolat, vagy nem tudom. Bár eddig van, aki egyébként eddig is már a csillagos ég alatt aludt, úgyhogy lehet, hogy egy ilyen hipster tanfolyamot végtolok, mert ilyenben nem volt még részem ilyen hosszú távon. Legalábbis 1 hónapot kell maradjak, ami azt jelenti, hogy ja, ez egy újabb szintje lesz a komfortzónán túllépésnek. Igen, szóval nemrég beszéltem velük, megvettem már a repjét is most vasárnapra, ami azért érdekes, mert hogy 24-e, és ekkor ér véget Spanyolországban ezt a dudálárma, ami úgy hívnak magyarul, hogy ja, a szükség, hívjuk szükséghelyzetnek, szóval ez fog véget érni most vasárnap, ami azért jó, mert az embereknek nem kell semmiféle papír, meg feljogosítás, hogy utazzanak az országon belül, szóval bármikor lehet bárhova utazni, ami eddig ugye elég erősen korlátozva volt, úgyhogy nem kell aggódjak, hogy a rendőrs valamelyik lelkes rendőr megkérdezi, hogy hova. Úgyhogy ja, a melóról annyi, hogy állítólag ilyen power tool-okkal kell majd machinálni, azt jelenti, hogy nem tudom, fúró, véső, légkalapás talán, nem tudom, a lényeg az, hogy egy gödöt kell ásni az alapnak, egy új épületnek az alapjának, szóval ilyen követ kell majd leválasztani a szikráról és kidobálni, stb. Szóval ingyen kandibéles kacerek. Ja, maga a hely egy ilyen menhely, egy ilyen állatmenhely, főleg lovakra koncentrálva. És hát epekedve várom, hogy mi fog ebből kisülni, mert hogy azt mondják, hogy az élet a komfortzónán kívül kezdődik, és úgy érzem, hogy itt lesz elég sok élet ezek szerint, úgyhogy...